Hello, sziasztok! A mai nap egy kis torpedózásra adjuk a fejünket, méghozzá egy VR torpedó valamit a telefon mozgatásával tudsz mozgatni, ugye magát a képernyőt, vagy pedig Google Cardboard-dal, vagy ehhez hasonló dolgokkal, ugye ez két körben is megoldható, és akkor a fejed mozgásával tudod, illetve hát egy gombnyomással. Én most simán csak így hagyományos kézmozgással fogom irányítani, illetve a képernyőt nyomva kattint egyet. Nézzük is. Játszunk egyet a számítógép ellen. Most nem mi rakjuk le a hajókat, egyszer randomizáljuk azt, hogy hol legyenek. Elkattintunk egyet, kettőt, ott jó lesz, rámegyünk a start, és akkor így rá kell vezetni a felső táblán az ellenfélé, ez az alsó tábla a miénk, így rakta le ugye a gép magától a hajókat. Látszanak jobb oldalt a statisztikák, az én statisztikám, ja nem, az ő statisztik, nem, az én statisztikám és az ő statisztikája. Ahova viszed ugye a képernyőt, vagyis a szemüveggel, hogy VR szemüveggel, ahova nézel és ahova kattintasz, oda lövünk egyet. Küldünk is egy rakétát, meg is nézzük, hogy mi az, amit vártunk. Nem talált. És akkor ebben az esetben most ugye jön az ellenfél. Nem talált ő se. Akkor lőjünk még egyet. Tiri-tiri. Ismét az ellenfél. Nem talált. Yeah! Semmi. Hoppá, eltalált egy hajót. Ó, problémánk van. Mi is eltaláltunk egyet. Yeah! És az ellenfél nem találta. Megpróbáljuk. Reméljük sikerül eltalálnunk a hajót. Hopp, hopp, hopp. Nem! Ó! Nem baj, megpróbáljuk fölfelé. Ugye ezt nem mutatja sajnos ugyanúgy, mint a természetesen semmilyen ilyen játékban, sem papíron, sem más, hogy milyen irányba áll a hajó. Úgyhogy ebben az esetben ilyenkor találgatni kell. De hogyha ugye van egy VR szemeged, illetve hozzá egy irányítód, akkor teljesen egyszerűen meg lehet oldani, ugye, mint mondtam, magát ezt a mozgást fejmozgással, illetve az irányítónak a nyomkodásával. Ez természetesen enélkül is játszható. Megpróbáljuk leírteni az összes létező hajóját. Ugye ez a cél, ez a... Ó, körbelőtte nagyon szépen, király! És mi bevégeztük, lezúztuk azt a hajóját, teljesen. Tadam! Ahogy az ő is előbb a miénket. Jöjjön a következő! Látszik, van egy 5-ös hajó, egy 4-es hajó, egy 3-as és két darab 2-es, hogyha jól látom, illetve van egy tengeralattjáró, amit tengeralattjárónak hív. Elég jó maga ugye a kinézete a hajóknak, legalábbis nekem tetszik. Statisztikában szörnyű az, amit mind a ketten produkálunk. A gép az ugye 25-23%-kal lő, én 31-el. Mostanáig már egyből 28%-ra lecsökkent, ugye. Megpróbáljuk itt lelövöldözni. És nem talál, egyszerűen nem tudom eltalálni. De szerencsére ő sem. Ha szeretnéd letölteni a játékot, akkor a Play-ben egyébként a VR Battle Grid néven, vagyis ha jól emlékszem, akkor inkább csak simán VR Ships, vagy valami hasonló a címe. Már el is felejtettem a játék elindulása óta. Nem baj, mi itt egyenesen belövöldözünk szépen. Rombjuk a statisztikát. Nem, egyszerűen nem tudjuk eltalálni ezeket a hajókat, amiket ő lerakott valahova. Nem. Ajjajjaj. Hát, hódat súvasztotta a szélére? Na? Ez az a másik 3-as hajóját elkezdjük, vagy másik, az egy 4-es hajó, mi az?
Mindegy, megpróbáljuk kipusztítani. Tadam! Gyerünk, gyerünk! Ő is eltalált egy hajómat? Oh, gondok vannak. Előbb kell végezni neki. Yeah! Hello, haver! Be vagy. Én 32%-os a lőjök, 24. Elsüllyesztette. Egyébként itt is lehet lenni, még itt is lehet vízszintesen egy hajója, csak én meg itt el bénázgatok. Nem talált? Ugye hajókat egymás mellé nem lehet lerakni, szóval ez egyértelműen, és hát hogy mondjam, ez egy olyan szabály, amit ugye ebben a torpedóban tudnia kell annak, aki játsza. Nem sok szabály van. Körülbelül ennyi, nem érhetnek össze a hajók semmilyen formában. Van olyan játék, amelyben hogyha találsz, akkor a következő lépés is a tied. Ez nem az a játéktípus, vagy nem az a játék, vagy nem azokkal a szabályokkal játszódik. Eltalálta a nagy hajómat? Nagy problémák vannak. Reméljük, hogy nekünk is sikerül beletalálni már a közepébe, mert így kicsit zavaró, hogy ő azért jóval előrébb jár, így már, mint mi. Nem! Tadám, ki fogjuk nyírni. De ő is a miénket, ez a nagyobb probléma. Még mindig nem talált. Hát mi mindent körbelőttünk már. Az a lényeg, az alsó részen nem lett hajója. Talán itt egy hármas. Meg ott is lehet egy hármas, úgyhogy be is belövök az oda is. Elpusztította a nagy hajómat a fenébe. Semmi gond, nem adjuk fel a harcot. Tadám, ezt itt lepucoljuk most. Egy extra sortüzet nyitunk rá. De jó, hogy nem lehet ugyanoda rakétát küldeni, nem járnék jól. Ha, júj, ez a nagy hajója, most nézem. Ó, hát ennyi, ezt elintézzük. Pikpak. Ugye lehet itt ködbe pörögni, a sivatagba. Ugye onnan jönnek a rakéták. De. Szétküldjük, és hello haver, véged lesz. Bam! Ennyi, még két kis hajója van, ugye az enyémet a szerencsé nem talált el. Nem talált! Vége. Ezzel úgy látom, ő fog nyerni. Bár ugye van egy hajó még, amit ő nem talált el. De az utolsó előtti hajómat viszont azt be fogja puszilni. Pikpak. Hello, és ugye még egy hajó van. Reméljük a legjobbakat, hogy nem fogja eltalálni, és ott szélén fog körbelövöldözni mindent. Nem már! Nem vagyunk egyébként annyira lemaradva. Na jó, de hogy nem 26%-kal célzunk, ellenben vele, aki 30. Na mi legyen. Ide belövünk egyet. Reméljük siker. Na, és nem! Szerencsére ő sem.
Ide, hogy fér el az összes hajója? Na most már találnia kellett, azért mondom, hogy most már nincs, hogy nem talál. Ez állítva lesz így a hármas hajó, és a másik hajó ez itt lesz. És akkor a statisztika az most jelenleg úgy áll, hogy 27,8%-on vagyunk mind a ketten. És ha most nem találja el hajómat, akkor nyertünk. Köszönjük szépen. Tadam, tadam, tadam. Mi? Oh-oh. Várjál, 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 nagy a gond. Hol van még három? Csak itt van. Ide nem rakhatja. Közvetlen mellé. Oda se rakhatja. Közvet... De itt lehet... Nem. De a sarkára igen. Oh-oh, problémák vannak? Forduljon orvosához. Na, mi van? De biztos nem lehet egymásba rakni. Pont ez az. Na most mi a helyzet? De lehet, ott is nekem is. Ó! Én úgy emlékeztem, hogy nem lehet. Na, látjátok, olyan figyelmetlen vagyok. Most csak lövöldöztetek körbe mindent már megint. Hát akkor így, így nincs sok esélyem, vagy hát... Kevesebb esélyem van, ha most nem találja el, akkor oké. Okay. Még két lövés kell, hogy kiderítsem a tutit. Yeah! És akkor most nincs gond, mert lehet itt a hajója, lehet itt a hajója, még esetleg itt lehet. Mínusz egy. Biztos nem tette ide mellé, az nagy-nagy izégenyó. Na, és... Nem. Hát akkor itt lesz. Ennyi, csak itt lehet a hármas hajója. Díjj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 
Mi vagyunk a királyok, mi vagyunk a jók, mi vagyunk azok, akik egyébként meg én vagyok. Úgyhogy sikerült megnyernem az első csatámat. Köszönöm szépen. Igen, úgy látom, ennek a játéknak talán lesz multiplayeres változata. Ha tetszett, akkor töltsd le. Játszhatsz egy kicsit te is, hasonlóképpen, mint régen a füzetbe. És ennyi, illetve még annyi, hogy ha rákattintasz, akkor ugye a cardboardos üzemmód jön be. Ugyanúgy tudod a játékot vezérelni. A mozgással, illetve nyomással. Vagy pedig, hát annyi, hogy ugye kell hozzá a szemüvegemben a lencsék vannak, hogy kellően meg legyen ez a hatás. Na köszönöm szépen, csá, csá, csá!